A Mezsi iskola utcában nem lesz már iskola a jövőben. Az év végeztével úgy döntöttek az illetékesek, a jogszabályi előírásokat betartva végleg megszűnik az oktatás. Az elmúlt években a statisztikák azt mutatták, folyamatosan csökken a gyerek létszám, a következő tanévre már csak 7 új elsős beiratását jelezték. Jogszabályok és a szakmaiság egész egyszerűen nem indokolja azt, hogy ilyen nagyon alacsony létszámú osztályokban folyjon az oktatás a Mezsi iskolában. A magasabb osztályokban is minimálisan kötelező 14 fő alatti tanuló létszámot regisztráltak, így csak összevonásokkal lehetett volna életben tartani az iskolát. A Peszofer Ágnes azt mondta, maguk a pedagógusok is érezték a helyzet tarthatatlanságát. Annak ellenére, hogy a környező két óvodában lenne elég gyerek a működtetés fenntartásához, a szülők más iskolába iratták a gyerekeket. Az önkormányzat a tanévzárót követően már elhelyezte a még itt tanítókat és az alkalmazottakat, valamint a még idejáró gyerekeket a város más iskoláiba. Az iskola ígéretet tett arra, hogy akár pedagógiai asszisztenssel, akár délután is tanítóval a pici gyerekeket ki fogják kísérni, illetve várni fogják a busz megállóban. A település részen számtalan ötlet merült fel eddig, mire kívánja használni az épületet az önkormányzat. A Peszofer Ágnes kijelentette, a híresztelésekkel ellentétben eddig semmilyen módon nem tettek lépéseket a Mezsi épület további hasznosításának ügyében.